Elődje nyugdíjba vonulását követően április 1-én vette át a Tolnai Kulturális Központ vezetését Tóth Györgyi, akinek egyébként nem volt idegen a közművelődés területe, 15 éve van már a pályán. Korábban már dolgoztam a Kulturális Központ elődjénél, illetve az elődjénék, mert akkor még nem Kulturális Központ volt, hanem Bezerédi Pár Szabadidőközpont és Könyvtár. 8 évet dolgoztam a Mözsi Művelődési Házban, művelődés szervezőként. Nagyon-nagyon szívesen emlékszem vissza arra az időszakra, hiszen egy kulcsos házból sikerült egy élő művelődési házat kialakítanunk az ott lévő civil szervezetekkel, intézményekkel és magánszemélyekkel. Úgyhogy a mai napig nagyon szívesen emlékszem rá vissza. Kiállításokat hoztunk létre, előadássorozatot, hangverseny, koncerteket szerveztünk, úgyhogy igazán egy áldásos időszak volt ez a 8 év, amit Mözsön tölthettem. A vezető számos új tervvel, ötlettel állt az intézmény élére. Gyakorlatilag, amikor átvettem az intézmény irányítását, akkor még nem volt meg az elfogadott éves munkatervünk, hiszen a képviselőtestülete teljesen jól gondolta azt, hogy ez a feladat az új intézmény vezetőjé lesz majd. Az elődöm elkészítette egy éves munkatervet, azt némiképp átdolgoztuk, és elmondhatom, hogy készen vagyunk vele. A jó idő beköszöntével több programot szeretnénk, hogy legyen szabadtéren, amihez a Hősök terét fogjuk majd használni, illetve az Altaripa szabadidőparkot. A programok megvalósításába szeretnénk bevonni a civil szervezeteket, illetve az amatőr zenekarokat. Ami legfontosabb volt, amikor átvettem a vezetést, akkor már félig elkészült a Városnapja program, ami most már teljesen készen van, illetve a képviselőtestület, polgármester asszony kérte tőlem, hogy a Bárka Fesztiválnak készítsük el a költségvetését. Elkészült a költségvetést, holnap fogja a képviselőtestület elbírálni, hát bízunk benne, hogy egy olyan költségvetést sikerül majd kapnunk, amiből egy színvonalos, kétnapos bárkafesztivált meg fogunk tudni szervezni. Emellett a tervek között szerepel szeptemberben egy civil nap is. Ez a civil szervezetek bemutatkozási lehetősége, vetélkedővel, játékos formában, akár egy sütőversennyel, ez még körvonalazódik. Természetesen már, mint szokásos, hagyományá vált program, az idősek napjára fogunk majd készülni, ami egy szintén nekünk egy nagy rendezvényünk lesz, hiszen az egész város időskorúaknak szóló programot szeretnénk szervezni erre. Aztán ami még nagy rendezvényünk az idei évben, az pedig az advent lesz, amit nem egy adventi hétvégére tervezünk, hanem egy adventi időszakra, ami ugye most kezdődik majd november végén, és hát tart egészen karácsonyig, úgyhogy több kisebb programot, és ezt a Hősök terén szeretnénk megvalósítani. A tolnai civil szervezetek vezetőinek éves találkozóján Tóth Györgyinek volt lehetősége bemutatkozni. Többek között elmondta, a civil szervezetek és a kulturális intézmény kölcsönösen egymásra vannak utalva. Szeretné, ha harmonikus lenne a viszony, ami közös műhely munkában is testet öltene. Nagyon-nagyon inspiráló volt számomra, nagyon-nagyon kezdeményezőek, és látom, hogy vannak jó ötleteik, és anno, amikor én pályáztam erre az állásra, már benne volt a pályázatomban is, hogy gyakorlatilag a civil szervezetek nélkül egy település nem tud boldogulni. Nagyon sokszor a városvezetésre, a településvezetőkbe nem tudatosul az, hogy milyen sok hozzáadott érték van egy civil szervezetnek a tevékenységében, és én szeretném, hogyha ez kibontakozhatna a kulturális élet területén, és mindenképpen a civil szervezetekre én nagyon-nagyon számítok ebbe az 5 éves munkába.